Gerendás Éva vagyok, a Talent Management és a Transformációs területet vezetem a Generáliban. Az MPS-sel tulajdonképpen 6-7 évvel ezelőtt találkoztam, és az RPO szolgáltatás kapcsán kezdtünk el beszélgetni. Már az előzményeknél kiderült, hogy egy megbízható cég, egy rugalmas cég. Én abban bíztam, hogy ebbe az RPO szolgáltatásba is az MPS-sel megtaláljuk a közös hangot. És ez így is lett. Ami nekem nagyon fontos volt mindig, hogy az MPS piaci tudása az megjelenjen a generáli recruitment, talent acquisition kultúrájába is. És tulajdonképpen ez az érték volt nekem a legfontosabb, illetve a mai napig is a legfontosabb. Úgy tudnám talán kifejezni, hogy a RPO szolgáltatás az MPS-sel a vállalati recruitmentnek a kiterjesztett piaci jobb keze, ha itt tetszik. Mert ez a két tudás együtt szerintem hosszú távon ez hozhatja meg az üzleti sikereket. Nagyon mélyen integrálva vannak a belső csapatban az RPO kollégák, end-to-end folyamatokat visznek, és kifejezetten előfordul olyan, hogy a vezetők a RPO recruitert kérik, hogy ő legyen az, aki menedzselje az adott pozíciónál a keresést. Természetesen igyekszünk jó nehéz pozíciókat adni az MPS-nek, és én azt tudom mondani, hogy a MPS kollégák teljesen úgy vannak kezelve a cégünknél, mint a belsős kollégák. Nincs különbség. Az RPO legnagyobb erőssége jelenleg, hogy adatokat tud nekünk szolgáltatni, adatalapon tudunk működni, naprakész piaci információkat tud nekünk adott esetben szállítani, és hihetetlenül rugalmas. Amilyen bizonytalanság van ma a piacon, és amilyen gyorsan kell reagálni adott helyzetben, ezt az RPO szolgáltatással mi ezt meg tudjuk oldani. Ami a mai világban elvárható dashboardként és adatok kapcsán olyan minőségbe kapjuk, tehát nem tudnám azt mondani, hogy bármi hiányzik belőle. Mindig átnézzük az adatokat, és abban a pillanatban, hogyha olyat mutatnak, amire nekünk direkt akciót kell tervezni, akkor ez megtörténik. Tehát a mai világban az, hogy adat alapú toborzás legyen, ez elkerülhetetlen. Mondhatnám nagy általánosságban, hogy mindenre, de valójában, amikor arról beszélgetünk, hogy milyen pozíciókban, milyen kereséseknél vonjuk be az MPS-t, akkor leginkább, ahol kihívás van, ahol egy belsős kollega nyilván nem kereshet meg egy másik céget direct search kapcsán, és ami a keresésekre vonatkozik, mindenképpen említeném az IT területeket, a BI területeket és a data-s területeket. Tehát ezek azok, ami ma szerintem a munkaerő piacon kihívás jelentenek megtalálni a megfelelő szakembert, úgyhogy én leginkább ezt szoktam javasolni. Én az MPS-ben megtaláltam azt a tanácsadó céget, ahol hosszú távon, fenntarthatóan, megbízhatóan tudunk mi partneri viszonyban együttműködni.